Üdvözöllek, Wolf Gábor a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Sziasztok, hello Péter! Nagyon kíváncsi vagyok. És hát ugye az első kérdés, hogy egy ilyen életmód, a főleg életmóddal foglalkozó podcastben mit keres egy, nem tudom, hogyan definiálod magad? Majd De azt mondtad, én marketingesként. Marketinges. Én azt szoktam mondani, mert azt akkor rögtön megkérdezik, hogy mit csinál, meg mi az, hogy van egy, van egy prekoncepciójuk. Uh -huh. De igazából én mondhatom, hogy a marketing mellett az egyik nagy ilyen kedvenc témám mostanában az, az, az egészséges uh -huh. élet, egészséges uh -huh. életmód, uh -huh. amire az egyetlen dolog, amit bánok az életben, egy kicsit később találtam rám, mint ahogy ez, ez kellene. De oké, okay, akkor csapjunk bele. 2001-ben kezdtem el ezt a céget, és uh -huh. ugye az, a marketing hazája az Amerika, tehát ahogy egy designer kiáll Olaszországban, egy szakás francia mi jártunk állandóan amerikai konferenciákra. Amerikaiakról, tudod mi a sztereotípia, nagyon sok a kövér. Mm. És amikor ilyen 2008-2009 könnyekén sok konferenciára jártunk, és egyszer csak elkezdtünk észrevenni egy érdekes trendet, hogy azok a vállalkozók, akik ott voltak ezeken a konferenciákon, elkezdtek jól kinézni. Tehát elkezd divat, elkezdett divatos lenni, hogy akinek sikeres a vállalkozása, az uh, posztol, vitaminokról, mozgásról, a egészséges életmódról, és akkor így néztünk egymásra kisztával, hogy oh, ez, ez, ez egy trend. És egyre többet beszéltek a biznisz mellett arról, hogy milyen fontos, hogy ha már sikeres vagy, akkor legyen egy olyan tested, amivel ezt élvezni tudod. És igazából mi is akkor kezdtünk el, vagy legalábbis én akkor kezdtem el igazából nyitni, mert Krisztán sokkal egészségesebb életet élt egész mindig is, de én elhisztem, amikor kikerültem az egyetemre és elkezdtem dolgozni, meg elkezdtem hülyén enni. Tehát bekerültem ebbe a magyar futószalagba. De az volt az a pont, ahol, és ez tényleg egy olyan nyolc 10 volt, ahol azt mondtam, hogy ez mostantól kulcs része az életnek. Ez azért lehet fontos egyébként ebben a munkakörben, vagy bárhol egyébként, hogy kicsit tovább tud élvezni azt, amit, amit amiért megdolgoztál, vagy megkerestél. hol látod a kapcsolódást? Mert uh -huh. nyilván Azért látjuk azt, hogy amikor ilyen sikeres üzletemberek posztolgatnak ezt-azt azt amazt, akkor lehet, hogy el akarnak adni valamit, de itt erről nem volt szó, hanem nyilván azért posztolta meg, hogy segítsen másnak, tehát, hogy uh -huh. én A-ból B-be így kerültem át. Például. Uh -huh. Valami hasonló? Az alap tényleg az, hogy ugye az életet jobban tudod élvezni, hogyha egészséges vagy. Tovább tudod élvezni, ha, ha egészséges vagy. És akik, akiket én ismerek, vállalkozókat, te is gondolom ezt érzed, hogy nem... ha valaki kívülről néz minket, sokszor hiszik azt, hogy hát ez csak a pénzről szól. Nem. Ez arról szól, hogy hogyan élj jobban, hogyan élj egy teljesebb életet, vagy egy szabadabb életet, egy jobb életminőség, és az életminőségnek van egy-két ilyen tipikus, azért, tudod, milyen kocsit vezetsz, milyen házban laksz, milyen utazásokra mész, de ezek mellé ma nagyon erősen bejön az, hogy milyen egészséges életet élsz. Mm. És ez, ez jó. Tehát ez nagyon jó, hogy végre ez része az életminőségnek, nem csak azt nézik, hogy biztos nagyon gazdag, nagyon kövér, hanem, <laughs> hanem, hanem, inkább azt látod, hogy, hogy, tehát divat lett tényleg a, a jó módúak a keresek közt egészségesnek kinézni és egészségesnek lenni. Amikor arról beszélünk, hogy egészség, mert azért vagyok őszintén, ez egy nem annyira definitív fogalom, nem? Mm. Tehát mm -hmm. inkább az úgy szokott kinézni, hogy akkor kezdjük el érteni, hogy mi az egészség, amikor már nincsen meg. Mm -hmm. Ez a számodra mit jelent? Tehát amikor arról beszélsz, hogy egészség, akkor ugye persze mondhatjuk azt, hogy egészségesebb vagyok, mint öt évvel ezelőtt, ami már furin hangzik, mert a populáció nagy része nem egészségesebb mm -hmm. most, mint öt évvel ezelőtt. Igen. És a másik része pedig, hogy ez neked mit jelent? Tehát volt-e olyan törés például, vagy olyan, amikor tükörben néztél, vagy vagy felmentél a lépcsőn, és azt mondtad, hogy na jó, ez így nem mehet tovább. Uh -huh. Mint minden érdekes területnek ez, ez is egy, egy nyitás. Tehát uh, biztos, hogy az emberek keresztül mennek egy folyamaton. Én keresztül mentem azon a folyamaton, hogy először Úristen, uh, hogy nézek ki, uh, egyre nagyobb ruhákat kell venni, Uh, egyre inkább lihegek, amikor fölmegyek a lépcsőn. Ugye nekem még nagypapám azt tanította, hogy amíg van lábad, addig, addig a lépcsőn gyalog megyünk. Mm. Fölfelé is, lefelé is. És, és az úgy tetszett, de um, én elkezdtem érezni, hogy ez, ez így nem, nem helyes. És akkor tudod először megpróbálkozok a fogyókúrával. Hogy koplalok, hogy fáj, valamennyit sikerül lefogyni, high five, aztán utána visszahízol. Mm aztán utána megpróbálni elkezdeni edzeni egyedül, haverokkal, látni, hogy annak rendszertelenül semmi értelme, és akkor elkezd kinyílni a csipád, elkezdesz megtudni sokkal többet. Most meg tessék, a testsúly százalékos mérlegen van, meg bioimpedancia, meg vércukormérés, 90 perc az utolsó... Az a lényeg, hogy, hogy ez egy folyamat, és nyilván nem vagyok még a végén, de hogy, de hogy, hogy, hogy legyen egy folyamat, ahol az embernek kinyílik a csipája, és egyre többet tud az egészségről. Nekem ez azért nagyon érdekes, mert én ugyanígy tanítom marketingre is. Igen, így pont ezt akartam mondani, hogy amikor mondjuk egy vállalkozásnak segítesz, akkor nyilván keresel te is mérési pontokat, nem? Mert úgy nagyon nehéz az, tehát hogy lehet általánosságban mondani valamit, uh -huh. még akár, akár működhet is, uh -huh. de ha valóban személyre akarod szabni azt, amit mondasz, akkor azért nyilván adatot kell bekérni. És hogy ez mennyire látod az a, az átfedést, hogy egyszer csak egy olyan programba kezdesz bele például, ahol egyébként ugyanazt csinálják, vagy hasonlót. Abszolút. Tehát a szerintem a, a kettőnk programja nagyon hasonló sok szempontból, Nekem például borzalmasan tetszett az, hogy nálad ez a, ez a prémium életmód program azzal kezdődött, hogy te azt mondtad, hogy egyszerűen csak mérjük a vércukrot, És nem mondtad meg, hogy ne egyek pizzát, csak azt mondtad, hogy egyen meg, aztán nézem meg, hogy mit csinál. Hmm. Milyen, milyen hatással jár. És a marketingnek is az alapja az, hogy, hogy elkezdesz mérni, elkezded nézni, hogy a hány vevő jön be egy hét alatt. Hogy hányan látogatják meg a, a, a honlapodat. Abból hány, hányan lesznek vevők. És ezek, amikor valamit mérsz, akkor odafigyelsz. És hogyha odafigyelsz, akkor elkezdesz rajta tudat alatt is fejleszteni, javítani. Tehát én azért vagyok nagy híve a mérésnek. Nekem minden mérés erőszak, tehát nem, nincs benne a véremben, de valamit de várjál, -e, mérni. vagy, nem? Ah, Jó, csak hogy... Villamos a... mérnök vagyok, de um, nem tudom, én, kreatív kreatívabb fazon vagyok, nem tudom, Enneagram 3-as, vagy ez bármit jelent, tehát um, nem, tehát nekem meg kell erőltetnem magamat ahhoz, hogy valamit mérjek. De hogyha egyszer elkezdem, és rákapok az izére, megszeretem, és utána élvezem azt, hogy arra odafigyelek, és az javul. És ez tök mindegy, hogy az most marketing, vagy pedig a, a derék méret, vagy a, vagy a vércukor. Ez egy nagyon izgalmas folyamat, mert akkor egy, egy ideig oda teszed a fókuszodat, és akkor az biztos, hogy az a kiemelten fókuszálsz. És basszus, mi másra tegyük a fókuszt, hanem az egészségre, nem? Uh -huh. Tehát az életnek az egyik legfontosabb része, és én, én bevallom, hogy nekem volt egy, mit, mint egy húsz év, amíg tök hanyag voltam. Sokat beszélsz arról, hogy hogy mi vezet el a döntésig egy, egy vásárló, hogyan uh -huh. kerül a döntési folyamatban. Arra addig a pontig, hogy azt mondja, hogy na, akkor kinyitom a pénztárcámat, és akkor jöjjön, aminek jönnie kell. Néha még mondasz ilyeneket is, hogy dopamin, tehát hogy különféle neurotranszmittereket <laughs> Ó, az is szembe, ugye? E, és te ezt hogy láttad? Mert ugye megint csak egy komoly átfedés ugye az, az, az életmód programmal, de itt nagyon sokszor a dopamin inkább az ellenségünk. Ezt nem tudom, észrevetted-e? Igen, hiszen az csábít a, hogy is hívod, a hedonista evésre. Uh -huh. Tehát amikor nem azért eszem, mert szükségem van tápára, hanem mert jaj, de jó lesz, ne egy csoki, mert utána boldog vagyok. A, a dopaminnak ugyanilyen fontos szerepe van a vásárlásban is, és nekem nagyon tetszik, hogy a dopamin az igazából, ugye az eredet az, hogy, hogy nem azért kapjuk a dopamint, mert megesszük a csokit, hanem eredetileg az arról szólt, hogy mondjuk az erdőben találsz egy fát, megeszed a gyümölcsét, és a dopamin egy, egy ilyen érzelmi plusz kötődik, és az az információ, hogy hol van a fa, plusz az az érzelem, amit a dopamin ad, az vési be a memóriádba a fának a helyét. És, és nekem az tökre tetszett, hogy emiatt akkor esetleg, hogy emiatt van, hogy külföldi, az emberek mindig, mindig emlékeznek arra, hogy mondjuk egy külföldi városban hol volt a kedvenc éttermem. Mm. Mert ez a kettő, az információ plusz az a kellemes érzelem. Tehát a dopaminnak baromi fontos szerepe van a, a, a túlélésben. De tényleg, hogyha már ráhajtunk arra, hogy mesterségesen generáljuk, akkor, akkor viszont baromira őt. Vagy amikor függők leszünk tőle, nem? Tehát, vagy akár 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 Ugye? Függők Tehát mondjuk a Facebookon nem. azt látjuk a gyerekeknél megtörténhet, hogy. Felnőtteknél is. Nyilván, de hogy lájvadásszá like válnak Aha. egyszerűen, és az egyfajta dopaminras, ugye, ahogy szokták mondani. Tehát amikor azt látja egy gyerek vagy felnőtt, hogy a korábbi posztjára kapott 50-100 lájkot, uh -huh. erre meg csak kettőt, Aha. akkor ugye egyrészt nem jön meg ez a, ez a dopamin ö, löket, ja. másrészt elkezd magában hát legalábbis megkérdezni a, saj, a saját értékét, mert azt mondja, uh -huh. hogy hát... hát, hát és próbálom attól kezdve egy következő, még durvább posztot bedobni, hogy hát ha majd most, uh -huh. ugye? De ez, ez marketingben ez hogy néz ki? Tehát nyilván szeretnénk azért... hát ö, legalábbis érdeklődést kiváltani. Uh -huh. Ugye? Cső, ezzel egy, egy Pandora szerencsejét, nekem ez nagyon nagy mániám, hogy a, azok az emberek, akik ilyen tényleg átlagon felül sikeresek, azokban tipikusan van valami olyan, hát nem is tudom, személyiség, zavar vagy sérülés durva esetben, amit ők túl kompenzálnak és ennek az eredménye egy kiemelkedő teljesítmény. Tehát én például magamról tudom, hogy én nagyon hajtok az elismerésre. Én hajtok a dopamérre. Tehát én imádom, hogyha kapok egy lájkot, imádom, hogyha tartok egy jó előadást, és tapsolnak, hogyha egy videónak nagy a nézettsége. Tehát ez ugyanolyan örömet okoz, mint mondjuk egy csoki. Csak hár Istennek nem hízla. És azt is tudom, mert az ember azért utána néz nem csak a testi egészségnek, de a lelki egészségnek is, hogy az igazi egyensúly az akkor van, amikor ezeket el tudod engedni, amikor tudsz boldog lenni lájkok nélkül is. Tehát ez egyfajta ilyen démon. De én úgy vagyok vele, hogy basszus, dolgoztassuk meg a démonokat, mielőtt <laughs> mielőtt uh, kiűzzük. Tehát uh, én, én aktívan kihasználom ezt, hogy tudom, hogy engem motiválnak a lájkok, motiválnak a, motivál a taps és arra használom, hogy olyan tartalmat készítsek, vagy olyan termékeket, olyan szolgáltatásokat, amik az emberek tetszenek, és utána boldog vagyok. És majd engedem, ha már. Oké, okay, és érzem, hogy egyre kevésbé ragaszkodom hozzá, és egyre inkább tudok boldog lenni ezek nélkül is. De, fú, hát mondom, ez, ez, ez tipikusan ilyen vacsora bor melletti beszélgetés, mert sikeres emberek előbb-utóbb mind rájönnek, hogy bennük is van egy ilyen démon, hogy vagy megfelelési kényszer vagy vagy egy ilyen teljesen kimagasló, vagy szinte természetellenes igazságérzet. Vagy ez a nekem meg kell tudnom mutatni bizonyítási kényszer. És nagyon sok ilyen, nem tudom, biztos, hogy neked is van valami. Nem tudom, hogy akarunk-e róla beszélni, vagy nem. Beszélhetünk, de én ismerem a sajátjaimat. Ugye? Te, te tudod, de tök jó. Uh -huh. És ezeket jó megdolgoztatni, mert annak egy motivációt egy olyan világban, ahol rohadtul szükségünk van a motivációra. De az ára az, hogy egy kicsit távol tart a boldogságtól, vagy a teljes nyugalomtól. Az, hogy kiállsz, és sokszor sok ember előtt beszélsz, például téged mennyire feszélyez most, és mennyire feszélyezett mondjuk húsz éve, amikor ezzel elkezdtél komolyabban foglalkozni? Vagy bocsánat, a kérdésem az, hogy az, hogy felszabadultan tudsz beszélni sok ember előtt, ami a legtöbb embernek a legnagyobb félelme, az neked ma már mennyire megy könnyedén? Amikor életemben először kiálltam színpadra, ez általános iskola, szerintem a 6-7 éves lehettem. Zongorázni kellett tanulnom, minden a órát kellett gyakorolnom. Ugye zenész család, tehát mindenki zenész család rajtam kívül. <laughs> és akkor mondták, hogy Gabikám tanulja, akkor napi fióra a, zongor. a zongora. A és így azon gondolkodtam, hogy ha most ha véletlenül lesnék a lépcsőn, és eltörném a karomat, akkor tök jól megúsznám. És milyen jó lenne. Szóval azért én innen indulok. De ebben a szakmában meg kell tanulni kommunikálni, meg kell tanulni beszélni, kiállni. Tehát én jártam logopédushoz. Nem tudom, hogy vissza tudom-e idézni. De mielőtt logopédushoz jártam volna, rosszul képeztem a hangot, magas volt a hangom, kifáradtam. 10 perc alatt. Tehát elment a hangom 10 perc alatt, meg kell tanulni levinni. Egy kicsit jobban meg kellett tanulni, artikulálni, uh, gesztikulálni. Voltam egy szenzációs ex sportembernek Eason-nek egy háromnapos tréningén, aki a színpadon való mozgást tanítja. Egy olyan mozgás kultúrája van a palinak, ami ezt elképzelhető, mint egy. egy pár úgy megy a, 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 a színpadon, és úgy gesztikulál, egyszerűen nem bírod levenni a szemedet róla és ezek marhajók. Tehát nagyon sokat dolgoztam azon, hogy, hogy ez működjön, és ennek ellenére máig, ha kiállok egy színpadra, vagy akár elkezdek egy ilyen beszélgetést, az elején izgulok, van bennem egy kis stressz, de édesanyám, aki egy kórust vezet, az azt mondja, hogy benne is van, és hogyha ez egyszer elmúlik, akkor abba hagyja. És ez mennyire Mennyire tanulható? Mert nyilván, aki először lát téged például, akkor valószínűleg azt gondolhatja, hogy, hogy micsoda fantasztikus tehetséggel rendelkezik, képes spontán vicces lenni, még jókat is mond. Az egy egyértelmű dolog, hogy érti a szakmáját, mert különben nem jönnék ide, ez világos, de hogy ezt még képes átadni úgy is, hogy hogy... Hogy úgy itatja magát a történet. Uh -huh. Szóval, hogy ennek mekkora a része az, ami a készség része, és mekkora a része, csak azok kedvére mondom, akik tényleg rettegnek aha, attól, hogy, aha, aha. hogy van egy baromi üzenetük, igen, és igen. baromira nem és tudnak nem kiállni, merik. mert azt mondja, hogy ezt nem merem elmondani, ezt uh -huh. ki fognak nevetni. Uh -huh. ez, ez, ez nagyon jó, hogy földobtad. Hát ugye nagyon sok vállalkozó van, aki tehetséges, akár tényleg kiemelkedő képességei vannak, és meghallja magát, Mag meghal magáról egy hangfelvételt, és azt mondja, hogy na jó, ez soha többet. És ezen keresztül kell lendülni. Tehát mondok egy jó tippet, bárki, akire úgy nézel föl, hogy úristen, ő, 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 milyen jó videón, vagy milyen jó előadó, a csatornáján menj vissza, és nézd meg az első videókat. Itt van például ugye egy nagy social media ikon, a Gary Vayner csak. Most tényleg szenzációs, slágfertig sziporkázó és spontán. Ha megnézed egy videóját tíz évvel ezelőttről, karót nyelt volt, ügyetlen, dadogott, rosszul, tehát újra és újra fogalmazott mondatokat, béna volt. De mert is, és kiállt, és, megcsinálta, és szépen, szépen felfejlesztette magát. De, ez, de várj, ez, ez rutin, vagy gyakorlás? Mondok erre egy példát. A tanulás jól? és gyakorlás. Mondok erre egy példát. A gyerekeimet el kellett vinnünk a Disneylandbe, amikor kim voltunk az államokban, és a nagynéni vett nekik egy olyan bérletet, hogy állandóan ott voltunk gyakorlatilag. Uh -huh. okay. Úristen. I de. Igen, tehát azért egy pár napig ez így egy fellőttnek még izgalmas, de aztán jó már nem hegy. annyira. Aha. És akkor elkezdtem magamnak más elfoglaltságot keresni, és kitaláltam azt, hogy az Indiana Jonesnak ugye van ott egy ilyen külön menete, uh -huh. és elkezdtem figyelni a, azt a személyt, aki minden nap más volt, de vezette magát a túrát. És arra voltam kíváncsi, hogy ami az első nap spontánnak tűnt, Aha. mert úgy, tehát hogy tényleg uh -huh. ez így, így dobálta a Poénakat a uh -huh. srác, hogy mi van a második nap? Már nem jó volt, mert ugye uh -huh. nyilván csere, vagy a harmadik, vagy a negyedik nap, és a Poén az volt benne, hogy 80%-ban ugyanazok a modulok voltak benne, uh -huh. ugyanúgy ültek, hát néztem a többieket, mindenki vihogott, uh -huh. és a 20% volt a saját személyisége, de a 80% az gyakorlatilag látszott, hogy ez be van tanulva, és mégis működött mert ugye az egy, arra van dizájnolva, hogy hatást érjen el, aminek vannak mechanizmusai, tehát az, azt az amerikaiak elég jó, pláne a, a Disney ebben, különösen a Disneyland, a Disneylandben tudom, hogy az alkalmazottakat is megtanítják arra, hogy, hogy mosolyogjanak, hogy figyelmesek legyenek, hogyha látják, hogy egy gyerek körbe néz, akkor megkérdezik, hogy elveszett az. Tehát, hogy, hogy ott tényleg nagyon magas színvonalú, nehéz is hozzájuk hasonlítani magunkat, de ez, ez a szempont, amit te felosztál, ez abszolút igaz, hogy lehetnek begyakorolt mozdulatok, és azok nagyon sokat segítenek. Tehát, hogyha valaki... Nekem például azt tanították, és ezt már így gyakorlom, hogyha egy előadásra fölmegyek, és ott az elején izgulok, akkor az első öt percet a szóról-szóra, a gesztusról-gesztusra tanuljam meg, gyakoroljam be, és amikor túl az első egy percen, két percen, addigra megnyugszom. Egyfajta meditatív állapotba kerülök, mert akkor, ja, oké, okay, én ezt tudom. Ez nekem megy. És akkor onnan kezdve tök jól megy. Tehát, hogy uh, mi tanítunk vállalkozókat videózni, olyanokat, akik ki nem állnának, akik, utálják, hogyha be van kapcsolva a kamera, és egy nap múlva mondjuk kimegy a Corvin pláza elé a tömegbe, és egy selfie videót megcsinál, nem törődve a tömeggel. De azért, mert ezeket megtanítjuk neki, hogy figyelj, most pedig gyakorolni fogjuk itt szép csöndben az első percet, azt mindenki elmondja háromszor, négyszer, ötször, hatszor, csinál róla egy puskát, árakja, a kis bosztit a telefonjára, és utána már eléri ezt a magabiztos helyzetet. Tehát uh, ugye te is, tulajdonképpen te is egy kócs vagy, aki ráveszi az embereket arra, hogy megváltoztassanak viselkedés mintákat. És neked is egy nagyon fontos része a, a, a tanításodnak, a, a metodológiádnak, nem? Hogy ezeket az S egyszerű legyen, követhető legyen. Hát hányszor leírtad azt, hogy mit fogunk csinálni a következő hétben, igaz? Hogy euh, vércukrot fogunk mérni. Reg, euh, ébredéskor, étkezés előtt, étkezés után 9 perc. Tehát, én ezt hányszor elolvastam, és, és így bevésődik. Szóval ezeket a rutinokat kialakítani, elengedhetetlen ahhoz, hogy az embernek megváltozzon a viselkedése. Én azt gondolom, hogy hogy itt az az egyik legfontosabb, és ez oda-vissza igaz mind a kettőnk szakmájában, hogy sikerül-e azt a valamit leírni, vagy leképezni apró momentumokká, szekvenciába rendezni valahogy. Gondolom, ez nálad is Igen. nagyjából Tehát könnyen megléphető. És hogy, hogy lesz későség. ebből készség. Aha. Ugye? Tehát, hogy amiről szoktunk beszélni, hogy és ezt nagyon sokszor látjuk akár marketingben is, nem, hogy egy csomó dolog, amit csinálunk marketingben, az, az szokás, mert mindig így csináltuk. És, és nagyon sokszor ez rossz szokás. És, és hogyha visszamegyünk időben, és megkérdezzük mondjuk az illetőt, aki ezt használja, ezt a szokást mondjuk, vagy saját magamat, hogy uh -huh. mégis miért csinálom, akkor nincs rá logikus válasz, csak az, hogy mert mindig így csináltuk. Igen. Mert így lettem szocializálva, mert ezt láttam otthon teljesen mindegy. Uh -huh. Tehát, hogy a marketingben, a, a, hogy tudsz kibújni a bőrödből? Amikor, amikor látod a problémát, amit prezentálnak, mert nyilván azért keresnek meg, mint szakértőt, hogy valamiből jobbat csináljál. Ugye? Uh -huh. én. És, és azt látod, hogy a legnagyobb ellensége ebben a pillanatban a progressziónak az nem más, mint maga a vállalkozó, uh -huh. meg az, ahogy ő hiszi, hogy kellene működni a vállalkozásának. Szóval van egy ilyen, hát tükröt kell tan tartani, nem? És ez uh -huh. mennyire könnyű? Uh -huh. <sítható> Ez nagyon érdekes, hogy kérdezed, mert ez, ez pont volt ott egy felismerésem, ami miatt én szerintem sokkal sikeresebb tanácsadó lettem, mert először gondoltam, hogy oda megyek egy céghez, és akkor az egész stratégiát megreformáljuk, és ez nem, nem ment. Ami megy, az az, hogy hiába látom, hogy stratégiát kellene váltania, máshogy kellene kommunikálnia. Mindig ilyen kis quick win, tehát valami olyan kell, ami nagyon gyors, gyakorlatilag is, és működik, olyanokat kell bedolni. Mondok, mondok egy példát. A, bocs, utáni fogsz a Ez a McDonald's, ahol akik dollármilliárdokat kerestek egy rohadt mondattal, hogy sült krumpit kérsz hozzá. Mert bemész, azt, azt hiszed, hogy elköltesz, nem tudom mennyi ma egy sajtburger. Most jót kérdezel, jó, nem tudom. Hát te ugye, neked tudnod, nem, Hát, nekem én, mondjuk, pont nem kell tudnom. Mondjuk 300 forint. Oké, okay, bemész össze, mm. elköltök 300 forintot egy sajtbulgárra, és ott megkérdezik tőled, hogy sült krumplit, kérsz, azt. jó, oké, okay. akkor kérek. Uh, mehet menübe? Jó. Mehet nagyobbba? Oké. Okay. Kávé? Oké. Okay. Edesség? Édesség? Fine. És bementél egy 300 forinttal a fejedbe, és ott vagy egy kb. egy 3000 forintos költése, tízszer annyit. És ez azért van, mert nem azt kérdezik, hogy Kérsz hozzá süt hanem az, hogy krumpit kérsz hozzá, mert valószínűleg tesztelték, és ez a mondat jobban működött. És aztán, ha megkérdezik, akkor a menü nagyobb, végigmennek ez a szekvencián. Aztán az a szabály például, hogy ha a vevő kétszer nemet mond, abba hagyják. Sültkumpik kérsz? nem. Menü, nem. Oké, okay. tessék, itt van a sajbid, 300. Meg erőszakos. És például ez egy nagyon jó módszer egy cégnél, egy ilyen sült stratégiát megtanítani nekik, hogy bejön a vevő, kér egy tapétát, és akkor megkérdezed, hogy ragasztott kér hozzá? Vagy ugyanebben a színben van egy kicsit jobb minőségű, nem akarja inkább azt vinni? És az, aki bejött, hogy elköltsön x forintot, valószínűleg boldogabban távozik, mert kapott valami jobbat, vagy egy teljes megoldást, a cég meg több profitot termelt azon a vevőn. És akkor egy ilyet megtanítasz neki, ez könnyű megcsinálni, boldog, működik, és azt mondja, hogy Gábor, mit van még? Tehát ez jó, így, így könnyű változást elérni. Hogyan tud kilépni a marketing szakértő a bőréből? Mondok egy példát, hmm. bemész vásárolni bárhova. Mondjuk bemész cipőről, tök mindegy. És, és azt látod, hogy lehetne ezt jobban csinálni. <laughs> Oké. Okay. Hol az a pont, ahol, ahol azt mondod, hogy szeretnék beszélni a tulajdonossal? Aha. Érted? Tehát amikor én is bemegyek, mondjuk, valahova, és akkor az első típus kérdés, ugye a magyar kereskedelem segíthetek. Uh -huh. Nem, Kösz... nem segíthetek. Így is köszönöm. Nehéz. Köszönöm. <laughs> Igen. Köszönöm szépen, csak nézelődöm. Ugye Tehát ez Aha. a tipikus válasz van is. Uh -huh. Mindig ugyanazt mondja, mindig ugyanazt kapja, szerintem. Aha. Vagy 100-ból 99-szer ugyanazt kapja, és uh -huh. mégis ugyanúgy kérdezi meg, hogy senkinek nem tűnik, vagy máshogy kéne kérdezni, vagy máshogy kéne kérdezni. Szóval, hogy ilyenkor te hogyan bírod azt ki, hogy nem mondasz, hogy. Mm. Hát nem tudom, te mennyire vagy népnevelő. Vannak ilyen pillanatok. Te rá szoktál szólni emberekre másokra? Vannak is, hogy maradjunk ennyivel, és jellemzem meg bánom. Hát ez az. Ez az. Uh, én nagy híve vagyok annak, hogy az ingyen adott tanács az annyit is ér, amennyiért amennyi adtad. Tehát én, én szeretem megvárni, míg valaki kérdez. Um, Oké, okay, hogyha egy barátomról van szó, vagy egy, egy, egy családtagról, akkor ott is hogy azt mondanám, hogy figyelj, ezt nem így kell csinálni, hanem, hanem azt mondom, hogy mondjuk egy ilyen boltos példánál, hogy figyelj, érdekel egy egy jó szöveg, hogy mondjuk az amerikai boltokban mit mondanak a helyet, hogy segíthetek? És akkor, amikor már ő mondja, hogy, hogy igen, érdekel, akkor már nyitott, nyitott rá. De így letronfolni, meg ö, körbeordítani mindenkinek, hogy azt hogy kellene, az, az, az nem működik. Az Jó, azért frusztrál... hozzá kell tennem, hogy én is óvatos vagyok azzal, amikor társaságban, mondjuk idegen társaságban megkérdezik, hogy mivel foglalkozol. Ajj, 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 igen. Én általában ilyenkor alternatív megoldásokkal jövök elő, mert előbb-utóbb az lesz belőle, hogy aki egy picit egészségtelből él, uh -huh. eszik, az elkezd szabadkozni előttem, és magyarázkodik, miközben uh -huh. tömi az arcába a pizzát. És erre uh -huh. egy, egy nagyon jó példa, egy barátom, aki tetováló művész, és mondta, hogy ha sosem mondom meg, hogy mivel foglalkozom, egy olyan buliban, ahol mindenki részeg, mert részegen mindenki tetováltatni akar. Uh -huh. Amit megbánnak másnap, uh -huh. jellemzően. Szóval, hogy, hogy ezek, tehát ezeken akkor simán túllépsz ilyenkor, de azért fáj belül, nem? Nézd, van elég ügyfelem, akik kérdeznek, lelkesek, változtatni akarnak. Tehát a másik példa édesapám, aki ugye zenész, és átjönnek hozzánk vacsorázni, és hogyha szól az, én szeretek zenét hallgatni háttének, akkor ő mindig udvarisan meg kell, hogy lekapcsolod, mert ha szól a zenő, ő nem tud másra gondolni, mint az, hogy motivum, ez most hogy működik, hogy lehet hangszerelve, állandóan azon jár a feje, nem tud kikapcsolni. És ezt meg, meg kell tanulnod kikapcsolni, mert különben megőrülsz. Tehát te is Végmész a nem tudom, Váci utcán, és oda mehetnél száz emberhez, hogy öreg, hát nem, nem, nem látod, hogy mit csinálsz a, a testeddel, de hogy ezt. Tennéd, akkor nem szólna semmi másról. Nálam ez az rosszabb ez a történet. Mert én mondjuk kimegyek a Margit-szigetre, <laughs> és akkor ott csak áldogálok, és a futók mennek előttem, igen. és fizikai fájdalmam van, Aha. mert látom, hogyan futnak. Tehát nem az a probléma, hogy fut, mert az Aha. Ő, Aha. ő döntése, hanem az, hogy milyen rosszul mozog. És, de ugyanez egy egy ember, és ha azt látom egyébként, uh -huh. de már nem szólok. Tehát uh -huh. ha csak nem önveszélyes, akkor igen. Tehát ha éppen fejre akar ejteni egy súlyt, akkor nyilván az ember szólni fog, de mondjuk akkor már nem szólok valami irgalmatlan bénaságot csinál, mert uh -huh. mert arról van a, egyébként a személyzet, vagy a helyi edző, uh -huh. és nem avatkoznék ebbe bele, de ettől még ott belül, hát nem tudom, ez a, valószínűleg a tükörneuronok ilyenkor uh, sikítanak az yeah. ember fejében, de próbálok ellenállni, mert akkor meg az jön majd vissza, hogy itt mit játsza ez meg magát, és uh, itt yeah. fogadatlan prókát tudták mondani. De ettől mondom, engem még ez, ez zavar, csak uh -huh. most már, és ezt meg, meg, tudom az ember megtanulja kezelni. Meg kezelni. Igen. Ugye a, a kócsok ez mondják, ez? hogy a, a kéretlen tanács az erőszak. És tényleg van az embernek egy olyan közeli köre, a tényleg nagyon közeli barátok, család, a, ak, akiknek szólsz, hogyha valami mm. nem tetszik. Vagy legalább azt mondod, hogy figyelj, nem akarod ezt jobban csinálni, vagy nem akarsz ezen változtatni? Vagy nem gondolkodsz azon, hogy hol vezet, hogyha ez így marad? És akkor... Az fajn, de idegenek, nem mehetünk oda minden céghez, hogy ne csináld már, nem lehet így kirakni egy terméket. Vagy oda kell írni, hogy mennyibe kerül, vagy nem használod ezt az ölséges árazós manipulációs technikát, mert uh, meg fog téged lepni egy 20 milliós bírsággal a, a fogyasztóvédelem. Szóval nem, az emberekkel előbb-utóbb ezt el kell engedni, és megtanulni olyanokkal dolgozni, akik, akik uh, nyitottak erre is maguktól jönnek és kérdeznek. És engem kérdeznek eleget, úgyhogy én nem szorulok rá, hogy, hogy uh, utána mindenkinél ott tehát mindenkire rászóljak, aki, aki rosszul viselkedik. Az a te szakmádban mennyire nehéz, hogy miközben vállalkozásoknak segítesz? Nyilván neked is van egy vállalkozásod. Mm -hmm. Tehát legalább annyira oda kell figyelni a saját vállalkozásodra, mint a másére mert különben nem leszel hiteles. Mm -hmm. Tehát mennyi időt töltesz te a saját vállalkozásodon, hogy hogy ez kívülről is úgy látszik, hogy meg te is komfortos legyél benne? Uh -huh. um, elég sok olyan vállalkozóval dolgozom, és én is így kezdtem, hogy mindannyian mindenesek voltunk. Pont ma beszéltem egy fuvarozóval, aki elmondta, hogy ő a sofőr, a, a szélzes, a takarító, a, a pénzügyes, mint minden. És szerintem sokan így kezdjük, akik vállalkozás kezdenek, vagy a legjobb vállalkozások így kezdődnek. Vagy garázsban. Vagy a garázsban, abszolút. De nyilván jön egy olyan pont, ahol hatékonyság szempontból és meg életminőség szempontból is le kell adni olyan feladatokat, amik, amiket nem szeretek, vagy nem nekem való, vagy nem én vagyok a legjobb. Tehát... Na oké, okay. mondjunk ilyeneket, jó? Mondjunk ilyeneket. Tehát, én 15 éve keresek ügyvezetőt a cégbe, kvázi egy, akár egy bizonyos szempont egy főnököt magam fölé, mert én szeretnék foglalkozni azzal, hogy konzultálok ügyfelekkel, hogy előadok rendezvényeken, és hogy tartalmat készítek a socialra. Én ezekkel boldog vagyok, azokat Jól sem csinálom, és viszi is előre a business. Tök jó. És voltak olyanok, akik jobb, jobbak voltak, kevés jobbak, és most már egy fél éve találtam valakit, aki tök jó. És aki levette ezeket a feladatokat a, a vállamról. Akkor vannak fiatal kollégák, van egy, aki például a videót vág nekem. Oké, okay, akkor született, amikor a céget alapítottam. Tehát, de, de, de tök jó, ügyes, járt videóvágó súlival, most próbálgatjuk, tesztelgetjük. Tehát én nagyon szívesen adok le feladatokat, sőt, szerintem szélesebben adok le, mint sokan, mert sokan azt mondják, hogy más nem fog olyan jól, jól megcsinálni. Fine, ne csináld olyan jól meg, csak nem nekem kelljen mindent csinálni, mert akkor utána ott ragadsz egész életedben. Az, hogy most ugye belekezdtél ebbe az illetmód programba, és nem uh -huh. ezt akarom hype-olni, ahogy légy szíves, legyen. Légy szíves, megérdemli a de, de nem, 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 tehát hogy, hogy ugye vannak olyan alapvetések, amikről szoktunk beszélni, ugye a fénykörnyezet például, tehát hogy mondjuk már próbálunk lefekvés előtt két-három órával uh -huh. nem menni, meg uh -huh. nem felizgatni magunkat bolond Facebook posztokon, uh -huh. vagy leveleken, uh -huh. vállalkozóként. Tehát ugye tipikus vállalkozó hogy néz ki? Mielőtt még lefekszem, uh -huh. azért még ránézek. A levelezésemre. Mert mit lehet tudni? És ez általában az a mondat, amivel egy következő két-három órás mutatvány elindul, és aztán uh -huh. éjjel egy körül, uh -huh. esetleg ágyba kerül az emberünk, hát nem túl jó állapotban. Szóval, Igen. Ezeken tudtál-e változtatni? Hú, szerintem mindenki, aki vállalkozónak meg kell tanulnia. Van egy technika, a Maxwell Maltz, Psycho Cybernetics. Uh -huh. hát, tudod, ez, ez egy nagy. Progress volt a, a, nem tudom, az agykontroll, tehát egy csomó ilyen módszer, ami egyfajta ilyen meditatív, nyugatra hozott ilyen meditatív technológiákat. És a, a Malsznak volt egy nagyon jó mondata, vagy egy technikája, hogy ha este lefekszel és idegesítenek dolgok, akkor azokat, tehát vizualizálni kell, hogy berakod egy dobozba, és azt mondod, hogy ezt most elrakik holnapra, mert nekem most az a feladatom, hogy kipihenjen magam, és ha kipihenem magam, akkor holnap reggel ezt a bedobozott feladatot sokkal jobban meg fogom tudni oldani. De ha most rágódok rajta, nem alszom ki magamat, és annak kudarca vége. És az első éjszaka, hát rohadtul nem megy. Második éjszaka, és egy hét múlva hogy kezd menni, és aztán előbb-utóbb hozzászoksz, és már rutinból lehet tenni ezek a feladatok. Már nem is érnek el ezek az idegesítő feladatok a fejedig. De ez is olyan, mint bármi más új készség, hogy meg kell tanulni, és keresztül kell menni azon a béna korszakon, mint amikor biciklizni tanulsz, hogy először elesel, és akkor nem azt mondod, hogy azt meg, akkor nem érdekel a biciklizés, hanem szépen türelmesen bénázó, 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 egyszer csak elkezd, elkezd, menni. Tehát ha nem, nem, tanulsz meg legalább valamennyire így kikapcsolni, elengedni dolgokat, tehát ott be lehet őrülni. Neked is biztos van erre módszer. Figyelj, nem? biciklizésre hadd mondjak valamit, mert ettől véged lesz. Na. Tehát, hogy milyen, milyen piaci rések vannak. Na. Kint voltunk az Egyesült Államokban, és a feleségem amerikai, tehát így uh -huh. gyakran járunk ki, és hát gyereket kellene megtanítani biciklizni, ugye ez teljesen normális, hát tipikusan ugye ez hogy néz ki Magyarországon, világon mindenhol. Apa fut a bicikli után, uh -huh. egy seprűnél hozzá van az Tehát ez a teljesen tipikus minden apának a álma vagy a rémálma, Igen. de a lényeg az, hogy ott komoly összeveszések vannak általában. Uh -huh. És a hirdetés az volt, hogy, hogy unikális módszerrel történik, meg egy órán belül garantált siker. Azt mondtuk, hogy ilyen a világon nincs. Tipikus De nézzük meg. A következő, szülő nem maradhat, ugye, mert hogy nem. És a következő történt, oda a biciklivel. Az első, amit csináltak, komoly, hogy leszerelte róla a pedált. Yeah. Ezt nem értettük. Uh -huh. Tehát, hogy miért a pedált? Utána átment ebbe a két lábbal lökős verzióba. Aha. Uh -huh. Majd visszarakta a pedált, és egy óra múlva üzenbiztosan kerékpározott uh -huh. a gyerek. Tehát, hogy először megtanult egyensúlyozni. Aha. Uh -huh. nagyon jó. Őrület, nem? Uh -huh. Uh -huh. És ebből a srác halába kereste De, magát, mert állt sorba egy... a szülők. Megél egy életen keresztül. Mert le levett a szülők vállára a uh -huh. problémát. Uh -huh. Na, szóval ez, ez egy marketingésként azért látom, hogy most hirtelen te is azt mondtad, hogy ez zseniális, nem? Abszolút, abszolút. Egy, egyrészt, mint üzleti modell, másrészt, ahogy ismerem ezt a már, már franchise szinte bizonyos. És utána visszavonulhat szoridában, hát, vagy már a gyakorlatilag. igen, tehát ilyen szempontból tényleg zseniális a üzleti szempontból. Másrészt tényleg nagyon jól mutatja, hogy minél kisebb lépésekre lebontod, annál, annál egyszerűbb. És hogy mennyi olyan terület van, ahol azért valan a kudarcot az emberek, mert túl nagy lépést Próbálnak meg. De, de, de biztos, hogy a te területeden rengeteg ilyen van, nem? Hogy valaki azt mondja, hogy húsz évig semmit nem sportoltam, mától gyúrok, uh -huh. vagy mától megreformálom, soha többé nem eszem, nem tudom, szénhidrátot, és utána Meddig bírod? Ez, ez izgalmasabb szokott lenni, mert ilyenkor az emberek azt mondják, hogy, hogy mostantól kezdve heti ötször edzem, uh -huh. mostantól kezdve káposztalevesen élek, mert ja, egy ja, ja, ja. is Aha, kell. Egyben új munkahelyen van, új városba költöztem, Jeez. és most hagyott uh -huh. el a barátnőm. Uh -huh. Tehát ilyennekkel szoktak jönni néha kliensek, és akkor nézzünk egymásra, hogy hát ez mennyire a realitás annak, hogy ebből uh -huh. bármi lesz egy hét múlva is. Valószínűleg semmi. Uh, és itt van az a rész, amit te is mondasz, meg amit sokszor beszéltünk, ugye nem az én mondásom, hanem Stefanovics József barátom, ez a minimummal az optimumot. Tehát hol az a pont, uh -huh. amivel, amivel el tudom érni azt a, a legkevesebb energia, uh -huh. amivel el tudom érni azt a pontot, amivel már elégedett vagyok, uh -huh. és hol van az a pont, ahol az a, az a bennünk lévő perfekcionizmus, ami nagyon sokszor Távol tart minket a sikertől, mert vagy csinálom, vagy egyáltalán nem csinálom. Az uh, hogyan tudok úgy haladni, hogy nem tűnik feladásnak, hogy csak egy picit haladtam? Mm -hmm. És ez egy vállalkozásnál, ez nem tudom, hogy hogy néz ki. ez a... Mert ott is ott van a perfekcionizmus, hogy látom a mintát, nekem úgy kell kinéznem, úgy kell csinálnom, mint ő, pont. És a pici lépés innen, hogy van? Az megint, megint csak vesző paripám, hogy. És ez szerencsére. Szakember, tehát vannak pszichológus, kinek pszichológus ügyfeleim, akik nagyon érdekes dolgokat tanulok. Például az egyik az az, hogy a perfekcionizmus az egyfajta rejtett önbizalom hiány, hogy én nem vagyok elég jó, a, tehát én, én csak tökélet, tökéletesen csinálhatok, én nem csinálhatok valamit tökéletlenül. Rajtam nem láthatják, hogy valamit akár csak bénán csinálok, még akkor is, hogyha elkezdem, és az emberek szégyellik magukat, hmm. amikor tanulnak, stb. És mondjuk, ha csak nem repülőgépről van szó, minek ott, ahol a perfekcionizmusnak van helye, hanem arról, hogy elkezdj egy vállalkozást, vagy elkezdj marketingezni, ott a perfekcionizmusnak nincs helye. És van is egy ilyen mondás, hogy a meglévő az jobb, mint a tökéletes. Mert a tökéletes sose éred el, <laughs> de a meglévő meg lehet ma délután. És ezért, ezért fontosak ezek a kislépések. Uh, nagyon sokan beköv... mióta elkezdtem instagramozni, nagyon sokan bekövettek fiatalok, akik még nem vállalkoznak. És akkor kérdezik, hogy mit csinálják az életemmel. És uh, élik a napjaikat, és nem, tud, nem tudnak elkezdeni. Nem... Azt gondolják, hogy vállalkozni ez egy maradj lépés. Nem, nem merek belekezdeni, mert az egész felforgatja az életemet. És akkor mindig azt mondom, hogy figyelj, nyugi, kövess be egy pár vállalkozót ezen a héten, nézzek, mit csinálnak. Jövő héten... Bekövetsz egy pár olyan céget, ami tetszik, és elkezded megnézni, hogy miben hasonlít a weboldaluk. Észreveszel egy pár hatásmechanizmust a kommunikációban, és figyelsz. A következő héten elmész a KSH-nak a weboldalára, és elkezdesz kinézni demográfiai adatokat. Hát te mondjuk esküli fotózással akarsz foglalkozni, hány esküvő van a te városodban egy évben, és elkezdesz kalkulálni is. Lépésről lépésre beindul, és egyszer csak rájössz, hogy meg lehet ezt csinálni. Nem úgy, hogy holnaptól vállalkozó vagyok, és mindent máshogy csinálok, hanem szépen ráfutsz így egy, egy, ilyen kifutópályára, és aztán előbb-utóbb fölemelkedik a repülőd. Ez a repülő felemelkedés, ez ebből mennyi a... Ugye az erős sportokban mondjuk ez a grinding, tehát amikor úgy fogtyukorgatva dolgozol, aha, és aha. mennyi a szenvedély. Hű, <sítható> <sítható> Ne, ez egy nehéz kérdés. Szerintem ez mindannyiunknak egy ilyen életfeladat, hogy megtanuljuk ezt, nem hogy megtaláljuk, hogy mik azok a tevékenységek, ami grinding, meg mi az, ami, amit élvezettel csinálok, ami, ami miatt szívesen felkelek. Biztos, hogy sokan belefutnak abba, hogy a grinding a több. De az biztos, hogy grinding nélkül nincs. Tehát, ha valamit a sport megtanított, az az, hogy ha nem, nem gyakorlom, ha nincs fegyelmezettség, ha nem megyek vissza minden nap, akkor nincs eredmény, meg nincs élvezet. És azért egy pár évig eltartott, amíg megtanultam élvezni azt a fajta fájdalmat, vagy azt a szenvedést, de nem is ez a jó szó, azt a fajta fegyelmezettséget, ami az egésznek az alapja. És... Próbálom a gyerekeimnek is ezt tanítani, hogy ha egy, egy jó dolgot megtanultok tőlem, az az, hogy ha bármilyen belekezdesz, akkor tarts ki. Mert az elején biztos b fog menni, aztán utána meg átlagon alul, aztán közepesen, és ott már addigra a 90 százalék föladta. De te ott maradsz, akkor tök mindegy, hogy mi az a téma. Jön egy pont, ahol jobb leszel mindenkinél hogy legalábbis benne vagy a top 10 százalékban. Uh -huh. Tök mindegy, hogy mi az. És bár és előbb-utóbb megtanulod élvezni ezt a processzt már akkor, amikor bénázol, már. de az elején nem. Az elején a e szenvedés. Uh -huh. És hogyha ott nincs benned egy ilyenfajta kitartás vagy erős motiváció vagy melletted egy edző, aki ilyenkor ütés nem hagyja, hogy abba hagyjad, akkor, akkor nagyon nehéz bekerülni bármilyen témában a top, Ez top egy ízbe. picit talán reflektál mondjuk erre a tízezer órás szabályra, ugye ez a Malcolm, Malcolm Gladwell ja, 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 ja. Tehát... Totál benne van. Tehát ő is azt írta le, hogy tar tarts ki valami mellett, tök mindegy, hogy mi az. Ha, ha beleteszel annyi időt, akkor, akkor bekerülsz a, a, a topba. Ne, nem, nem tudok jobb. Bár csak tudnék okosabb, gyorsabb, könnyebb, sikerstratégiát, de Azért, hogy ez sem olyan rossz. De várjál, azért egyet tudsz, nem? Mert az egyik ilyen stratégia az, hogy keresel magadnál egy okosabb embert. ja. ja, ja. Tehát az igazi biohack, uh -huh. biohackkerkedés. <laughs> tehát az igazi biohack, az tényleg az, amikor keresek egy magamnál okosabb embert, Aha. és megkérdezem tőle, te figyelj, te ezt hogy csinálnád? Abszont. Vagy legalább elképzelem, Igen. hogy van nálam okosabb uh -huh. ember, uh -huh. és ő hogy csinálná? Ez is segíthetné. Szóval, hogy neked ez, ez, hogy néz ki a tanulási része, hogy hova mész, vagy tehát kik azok az okosabb emberek, Aha. akikre azt mondod, hogy tényleg követem őket, mert mindig mondanak valami mit amire uh -huh. azt mondod, hogy na na ez, ezért most megértem, uh -huh. hogy végignéztem uh -huh. ezt a sokorás dolgot, kirepültem az Egyesült Államokba, és végültem egy kétnapos konferenciát, ja. mert ének vannak, nem? Enélkül nem is lehet. Ugye, ki, ki mondta azt, hogy óriások vállain állunk mind? Tehát, hogy a, a mi tudásunk az valakinek a korábban megszerzett tudására tapasztalatára alapoz, on onnan indul, és um, nekem is életem során megvoltak mindig, akik akár a, a sikereik miatt, vagy a szakmaiságuk miatt valamilyen szempontból példaképek voltak, vagy tanítók, és akiknek a munkáját ilyen vallásosan figyelem, tanulók nézem, mert előttem vannak tíz évvel, húsz évvel, tízezer órával um, Szerencsére itthon jobb a helyzet. Régen azt láttam, hogy az emberek kikerültek a súlyú, hál' Istennek soha többé nem kell tanulnom. Meg van egyfajta ilyen önbizalom is, hogy nem kell nekem tanulni, hát én jó vagyok. Én tökéletes vagyok, nem kell nekem másoktól megkérdezni. Most van egyfajta nyitottság, a cégvezetők is már dolgoznak kócsokkal, tanácsadókkal, elmennek ilyen programra, mint a tiéd, kikérdeznek más területeken okosabb embereket, összeülnek mastermind programokra. Ebben nagyon sokat fejlődött egyébként Magyarország. A feleségem most csinált végig egy coach tanfolyamot a Metun. És ott az egyik az ez volt, hogy megnézni, hogy mennyire nyitottak, mondjuk a KKV vezetők a coachingra. És régen nagyon nem voltak nyitottak. Régen azt mondták, hogy egy coach, az egy szélhámos ide jön, föltesz 15 kérdést, elkér egy óradíjat, de nem mondja meg, hogy mit csináljak. És aztán lassan megtanulod, hogy persze, hogy nem mondja meg, jó kérdéseket tesz föl, belőled húzza ki, hogy mit csinálj, ilyen egy kócs. Na, én tanácsadó vagyok, én megmondom. Te is tanácsadó, hogy te is megmondod. De hogy régen az volt a divat, hogy én cégvezető vagyok, én tudom. És ilyen szempontból az egész országnak, vagy legalábbis a vállalkozói rétegnek a tanulási hajlandósága sokkal-sokkal jobb, és emiatt több a, a siker is. Szóval az egészség területen azt kéne elérni, és ezért jó a programod, meg ezért érdeme arra egy publicitást, hogy el kell érni sikereket, be kell látni, hogy 20 éven keresztül, 30 éven keresztül óriási tévhitekben éltünk a táplálkozással kapcsolatban, a mozgással, Jézusom, a lélegzés. Hát ezt tőle tanultam. Tehát, hogy annyi alapszint dolog rosszul van, rossz helyen van a fejünkben, hogy ez valami döbbenet. Például maga a légzés, az neked mennyit segített hmm. most abban, hogy mondjuk ö, esetleg pörgősebbnek érzed magad, több energiád van a nap végére főleg. Amikor viszont már a családdal szeretnél lenni, ahol egy tipikus vállalkozó, akkor lesz, hogy halott, nem? Tehát ott lesz a vége a napnak, és Aha. pont azokra nem jut Igen, ideje, addig akik és miatt az, az egészet csinálja. <laughs> <laughs> ja, Nagyjából ja, ez ja. így van, ugye? Uh -huh. szóval te, te éreztél valami ilyesmit? A, majd erre térjünk vissza, mert szerintem a vállalkozók maguk miatt csinálják, az csak egy kifogás, hogy a családjuk miatt. De visszatérve a, a légzésre. Az első, amin, amin, éreztem a hatását, az a, a kardió közbeni uh, számon volt, ami körülbelül egy tíz, tízzel csökkent, azután, hogy elkezdtem még csak bénán tanulni lélegezni. Tehát még messze nem érzem úgy, hogy megtanultam helyesen lélegezni. Mióta fut a programod? Egy négy hete? Vagy... Igen, a ötödik héten most Most az ötödik. Hát azóta kezdtem elnyitni. nyitni, a, azóta minden edzésnél odafigyelek, hogy orlégzés, a tollégzés, otthon is elmagyaráztam, most már néha otthon is elkapom magamat, hogy csinálom, sétálok, és közben próbálok helyesen lélegezni. Tehát ezek a... a mit hallgatok a előadást, és közben arra figyelek, hogy jól lélegzek. Tehát, mm. hogy, hogy be lehet ezt gyakorolni, és még nem tudom, hogy hova fog fejlődni, de már most érzem, hogy könnyebben le tudom magam nyugtatni, és... Tehát szerintem az ember, nem, 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 tudom, erre kíváncsi mi a véleményed. Mint hogyha nyugodtabb helyzetben nagyobb erő kifejtésre lenne valaki képes. A... Látok olyanokat, akik melből tudod nyomnak, és előtte iszonyatosan felhergelik magukat, és csúcs teljesítmény. Nekem meg Végre akkor sikerült kinyomnom 80 kilót, ami nálam egy kicsit több, és óriási nagy, ezért, amikor a jó légzéssel le tudtam magamat nyugtatni. De te mondd meg, erre nagyon kész, ezt meg is akartam kérdezni tőled, hogy hogy tudsz elérni jobb teljesítményt? Köpölgeted magad uh -huh. Ezt látni fogod a, a versenyző erőemelőknél, és Igen. hogy tényleg valakinek az kell, hogy üssék a vállát, ott a magnézia felhőben úszik, és nyilván kell egyfajta olyan szimpatikus tónus, egy olyan, uh -huh. olyan környezet, ahol egyszerűen bekapcsolnak ezek a, a harcoly, vagy meneküli okay. történet, és ilyenkor valóban uh -huh. erősebbek lesznek uh -huh. majd. És van, akinek az kell, hogy teljesen kizár mindent, nyugi van, hagyjanak uh -huh. békén. Ez azt gondolom, hogy azért részben függő is, uh -huh. okay. mert Nessz, aki olyan mennyiségű energiát pazarol el arra, hogy folyamatosan Rákészül a magára a gyakorlatra, uh -huh. hogy mire a gyakorlathoz ér, nagy mennyiségű energiától megfosztotta magát, uh -huh. és gyakorlatilag akár ez kilóban is mérhető, vagy ismétlés számmal is mérhetően kevesebbet képes teljesíteni. Uh -huh. Tehát ez okay. Szóval ez ezt akkor Azt gondolom, az... hogy érdemes ezt kitalálni, hogy az ember Kipróbálni. hova tartozik, nagyjából, és csak uh -huh. azért nem csinálni valamelyiket, mert a többiek csinálják. Uh -huh. okay? De az biztos, hogy a légzéshez hozzá tud tenni, ha csak. Annyit veszünk esetleg, hogy uh, előtte képes vagy magad lenyugtatni, uh -huh. uh, és ezt látjuk egyébként sportolóknál, hogy nyilván egy olimpiai döntő előtt nagyon nem mindegy, hogy az ember hogyan veszi a levegőt. Isten, milyen lélekállapotban van. Igen, ja. tehát ezt így szoktam mondani, hogy én bele nem tudok gondolni abba, hogy mondjuk egy tótkas anyja, akivel dolgoztam, tehát egy jópofa, hogy elmondani, hogy milyen légzéseket csináltunk vele, de azért az mégiscsak egy nagyon furcsa állapot, amiben te meg én nem tudunk belegondolni, hogy ott ülsz, Néznek ilyen bagatel, 1,2 milliárdan esetleg, Isten. és és tudod, hogy ha azt ott megnyered, amire egyébként borom nagy esélyed van, akkor hazajössz, akkor nem anyu apa vár téged, hanem három ezer ember szó szerint az utcán. Szóval hogy ez mekkora stressz tud lenni, és itt legyél Biztos, okos, meg, meg, meg nyugodt, meg fókuszált. Uh -huh. Tehát azért a többségnek ezzel nem kell szembesülni, de uh -huh. mondjuk akkor lehet hasonló stressz az lehet, ugye annak a vállalkozónak, aki kimegy a címpadra, és most először uh -huh. lesz az, amikor beszámol a uh -huh. vállalkozásáról a többi vállalkozónak. Vagy, vagy akár csak kiáll a, uh -huh. az alkalmazottai elé, hogy elmondjon egy karácsonyi beszédet, vagy egy lelkesítő beszédet, hogy gyerekek, csodálatos hónap, vagy, vagy nem tudom, volt egy rossz hónapunk, de jó hónap, össze kell szednünk magunkat, tehát hogy van, van persze egy csomó ilyen, ahol a lelki felkészülés legalább annyit számít, mint a, a, a fizikai. Mm. Ez is, úristen, mekkora, mekkora egy terület, hogyan lehet motiválni. Ezt én is meg, hogy interjú téged. Mert erre például baromi kíváncsi vagyok, hogy pont az, amiről beszéltél, hogy lelkileg, hogy lehet valakit helyre tenni egy ilyen csúcs teljesítmény kísérlet előtt. Hát hál' Istennek, ezt nem nekem kellett csinálnom. Nem tehát, legyen, tehát bizonyos olyan, olyan a drilleket nyilván ilyenkor megtanítunk, ami azt gondoljuk, hogy fókuszáltságot eredményez, de ez a pont, ahol ezt már neki kell majd csinálni. Tehát magának uh -huh. kell tisztában lenni, saját magával. Uh -huh. És amit mindig el szoktunk mondani, hogy ugyan mi a tévében azt látjuk, amikor belül a hajóba, vagy bemegy a ringbe, most teljesen mindegy, de nem látjuk az előtte való kettő napot. Tehát ah. azt gondolom, az a nagyon komoly dolog, amíg oda eljut, mert ott szoktak szétesni az emberek, és ott mindenkinek megvan a kis rituáléja. Uh -huh. Ugye Szilágyi Áronról közmondásos, most, most már sokan tudják, hogy ő például rejtően öregényeket olvas ilyenkor, de csak uh -huh. olyan rejtőt, amit már olvasott sokszor, hogy nem ne legyen új meg információ. A Igen, és akkor jó elvigyorog magában az ismert poénokon, de nem akar egyébként nagyon sokat uh -huh. beszélgetni senkivel, szeretne egy picit magába lenni. Uh -huh. Szóval mindenkinek szerintem ez így megvan nagyjából. De, de, és ez kell az, hogy, hogy, hogy az embereket én ezt szoktam mondani, hogy nem az a célom, hogy motiváljam, mert az valahol belül, belülről jön. De ez lehet, hogy csak egy szemantikai történet. de Tehát a inspiráció igen, az azt gondolom, hogy nagyon fontos, de ha nincs benne a saját motiváció, meg akkor nem tudjuk elvinni A-ból B-be. Tehát például a programban, ugye láttad, hát neked ez nem volt idegen, de hát nyilván az első héten a mérteknek a, a megtalálása ezért uh -huh. fontos, mert ha te nem tudod, hogy miért akarsz, a B-be jutni, akkor nekem nehéz téged elvinni A-ból B-be. Az biztos. És ez Igen. nyilván ugyanez a helyzet igaza a, a, a vállalkozókkal is, nem? Tehát, hogy egy van egy olyan pont, amikor én ezt látom sokszor uh -huh. vállalkozó barátaimon, hogy hogy az már elfelejtődött, hogy miért csinálja. Tehát csinálja, <laughs> de az, hogy miért kezdte el csinálni, uh -huh. az már rég... Uh -huh. Elfelejtődött, és amikor leülsz vele és és ez, uh -huh. ezt figyel, ezt miért kezdte el csinálni, és elkezdjük megkapargatni, és rájön arra, hogy ezt ő imádta csinálni. Tehát akkor, amikor még. A hőskorban. Igen, akkor még nem azon a szinten, Aha. tehát még lehet, hogy ő állt a munkapad mellett, és az marha jó volt, most már nem áll, és neki azt hiányzik baromira. Uh -huh. De ilyennel találkozol? Hogy nem? Meg ez is egy fejlődési folyamat, amin végbe kell menni. Tehát nagyon sokan kezdik a vállalkozást kényszerből vagy azért, hogy kiszabaduljanak valahonnan, és ott teljesen más a motiváció. Tehát ott, ott, az ember tényleg annyira föl van pörgetve, hogy ott lenyomni ilyen 16 órás napokat, vagy időnként végig dolgozni egy éjszakát, pláne amikor 20-as éveidben vagy, sima ügy, sima ügy, Sőt, még fura is lenne, hogyha nem csinálnád. Akkor később megtanulod azt, hogy rendszereket építeni, és elkezded élvezni azt. Aztán később rájössz, hogy milyen íze van annak, hogy embereket menedzselsz. Aztán később rájössz, hogy van egy stratégiai szemleted, és elkezdesz nagyban gondolkodni. Tehát, hogy szerintem ez tök jó, hogyha az embernek a különböző életszakaszaiban mindig vannak más és más motivációi, vagy más és más területek, amiket éppen élvezel abban, amivel foglalkozol. De az is jó, hogyha neked végig ugyanaz. Tehát ezért mondom mindig cégeknek, hogy volt régen egy ilyen növekedés fetisizmus, hogy amelyik cég nem nő, az stagnál, vagy az, az, meghal. Nem igaz, vannak tök jó kis családi vállalkozások, egyéni vállalkozások, beállnak egy méretre, és ott tök jól el vannak. Boldog a tulaj, megy a piac, de időnként, hogyha van valami nagyobb piac nyomás, egy kicsit rákapcsolnak, de aztán utána visszaáll az egyensúly. Mások meg azt mondják, hogy én meg növekedni akarok, terjeszkedni, franchise, külföld, tarara, tök mindegy ami neked jól esik. Tehát ma már annyi annyira sokféleképpen meg lehet élni vállalkozásban, annyira sokféleképpen lehet népszerűsíteni, hogy teljesen mindegy, hogy valakinek milyen a vérmérséklete, meg fogja találni az ahhoz megfelelő marketinget, cégformát, vállalkozási formát. Tehát nincsen, hogy nekem ezt máshogy kell csinálni, mert ez így nem jó. Jó, jó az. <laughs> jó, jó az. Meg lehet találni azt is, hogy abban, hogy el legyél boldog. És, és, és szerintem ez a, ez a legfontosabb, hogy Nekem van is egy ilyen jelszám, hogy az egész arról szól, hogy a vállalkozás a saját szabályait szerint. Ha te úgy akarsz vállalkozni otthonról pizsamában, meg lehet csinálni. Ha te úgy akarsz vállalkozni, hogy kimész, és emberekkel találkozol, és szélzezel, és kavarsz, meg lehet csinálni. Ha kicsi akarsz maradni, meg lehet csinálni. Ha növekedni akarsz, meg lehet csinálni. Oké, okay, szóval mindent meg lehet csinálni. A lényeg az, hogy úgy csináld, ahogy neked jó, ne érezd, hogy mert mások máshogy csinálják, ezért nekem is úgy kell amikor tanácsadóként látod a, a, a klienseidnek a növekedését, vagy a sikerét, az, és most vonatkoztassunk a, attól a el, hogy nyilván fizetnek érte, és persze van egy üzleti kapcsolat is, de hát uh -huh. azért itt van egy érzelmi kapcsolat is velük, hiszen persze. csomó olyan uh, hullámhegyen, völgyön vagytok keresztül együtt mégiscsak, szóval milyen uh -huh. érzés, amikor azt látod, hogy, hogy egy ilyen uh, nem növekedő, vagy vagy sikertelen, vagy kevésbé sikeres irányból elindulnak valamerre, vagy már nem is a kliensre egy ideje, mert már annyira jól megy neki, azt mondja, hogy köszönöm uh -huh. szépen, de azért még szemmel követed őket, és azt mondod, hogy na, azért ez csak volt valami közöm. Szóval hogy ez, mekkora ebben neked még az örömfaktor? Komoly. Uh -huh. Dopamin mi? Abszolút. Meg egy fa Szerintem ez ez oxitocin is. Aha. Ölegetek a, a közösség, tehát minden Érzelem. Mert, uh -huh. Igen, igen. Tehát um, nekem van egy csomó uh, ilyen visszajelzésem elrakva vagy mappába. Arra az esetre, hogyha ha esetleg rossz kedvem lenne. Uh -huh mert akkor ezeket előszedem, és azok mind olyanok, ezek a sztorik, hogy a, a nagymamájától kért kölcsön 5000 forintot, és küzdött a vállalkozás három év, aztán rám talált, mondjam, kapott két jó tippet, aztán utána beindult, akkor utána a konzultáció, utána elkezdett. Tehát ezek óriási sztorik, és uh, nyilván a nagy teljesítmény, ez mindig a vállalkozói, én mag szabadok segíteni, néha rossz irányba állnak, és akkor egy kicsit megfogom, arra fordítom, és egyszer csak megtalál ne, ne egy utat, ami szabad, és amin haladhat, de azért az baromi jó érzés tanácsadóként, ilyen szakértőként azt látni, hogy sikereket érnek el az ügyfelek néha egészen egyszerű módszerektől, egészen egyszerű a technikáktól. Tehát ez az egyik legjobb része. Én úgy, úgy kezdtem el annó a céget, hogy Úristen, de utálok alkalmazott lenni, csak hadd a saját főnököm. Akkor az meg lett. Akkor azt mondom, úristen, ebből egy kicsit több pénzt kéne csinálni, mert jó dolog a saját főnökömmel lenni, de azért a marosokat kell dolgozni. Akkor, akkor egy kicsit ráadottam a pénze, de a, egy mellékhatása, ami a legtöbb örömet okozi, okozza nekem a bizniszben, az az, hogy, hogy milyen emberekkel találkozom ennek a révén, akik jó hozzáállásuk, becsületesen akarnak sikert, hajlandók hajtani érte, tisztességesen akarnak dolgozni, jobba akarják tenni a, a világot, van egy jó ilyen tanulási, fejlődési hozzáállás. Szóval isteni, ilyen, egy, egy ilyen kis, nem is tudom, ilyen mini Európa, hogy úgy mondjam, a, a, akiknek a társágában így élhetek, és az végül sokkal több örömet okozott, amire korábban nem is gondoltam, hogy ez lesz. Mondtál egy olyat, hogy jobbá akarják tenni a világot. Volt már olyan vállalkozás, ami megkeresett téged, te megismerted a céljait, uh -huh. és azt mondtad, hogy... És még ki fizették volna a díjat, de azt Aha. mondtad, hogy de a céljaiddal nem értek. Lehet, hogy nem így mondtad neki, csak, csak azért mondtad vissza, mert azt mondtad, hogy ez, ez nekem egy picit. Um, elenyésző. Volt egy-két olyan cég, aki mit tudom, dohányforgalmazó, akikkel tényleg egy elvi alapban de ne arra ugye nem tudok segíteni. Tehát azért nem nagyon fordul elő. Max, akkor szoktam valakit visszavutasítani, hogyha dolgozom egy konkurensével, mert akkor az nyilván inkorrekt. Nem tudom, hogy te például fölkészíthetnél két boxolót, akik egymás ellen. Hát, ja, akkor mi, mik a játékszabályok? Mondok erre egy példát, annó az egyik az egyik MB1 es klub felkért, hogy dolgozzak velük, uh -huh. és én gyerekként ugye kézlabdáztam Tatabányán, uh -huh. és amikor a legnagyobb ősi ellenség, ellenfél kér fel, akkor akkor rögtön mondtam, hogy ezt nem, nem tudom megtenni. Nem, ez nem, egyszerűen... nem veszi be a lelket. Nem, ez nincs ez. A legjobbak, imádunk benneteket, szakmának teljesen vagytok, de ezt én nem tudom megtenni. Ja, tehát ja, én nem ja. tudnék többet tudományára menni, hogyha ezt most aláírnám. Ja, igen. Tehát ilyen van uh -huh, esetleg, de, de egyébként nyilván az, az, az benne van uh -huh. a pakliban, hogyha az ember valakivel uh -huh. dolgozik, akkor ott rögtön mond egy nemet is, egy csomó más mindenkire mert mert ez, ez ezzel jár, ez teljesen természetes ja, ja. klub szinten is, hát nemzeti változat szinten meg azért az elég egyértelmű. Uh -huh. Uh -huh. Jó, jók ezek a kis szabályok. A, mi a következő? Tehát most ugye ott tartunk, hogy életmódváltásban vagy, uh -huh. de ezzel együtt uh, mi az a következő nagy terv, amihez mondjuk kell az energia esetleg, amit ebből az életmódváltásból uh -huh. Uh -huh. megnyersz? Hát nézzük, az egyik, amit tudok magamról, hogy én soha nem fogok nyugdíjba vonulni. Van egy ilyen álom még, aki nem vállalkozik, hogy passzív jövedelem, meg hogy elindul a cég, és akkor én majd élek valahol egy tengerparton, és csak várom a pénzes posztást. De ez nem élet. Tehát ez egy jó, jó örömforrás, de nem boldogság. Boldogság az, amikor csinálhatsz valamit, aminek eredménye van, amivel tényleg valami értelmeset csinálsz, és kitejesedik az életet, tehát én biztos, hogy valamit mindig fogok csinálni, és ahhoz kell az energia. Emiatt beláttam azt is, hogy amíg élek, nem, nem hagyhatom abba az edzést. Tehát amíg betom tudom az izmomat, addig, addig megyek gyúrni. Látom, hogyha két hetet kihagyok, mint egy influenza vagy egy nyaralás, akkor utána mennyire visszaesik a, a teljesítményem. Szóval ez, ez életprogram. Uh -huh. Szakmailag amit én nagyon szeretnék csinálni, és ebben a pandémia egy kicsit visszavetett, már előbbre lennénk, hogy akartunk csinálni egy sulit, ahol marketingeseket képezünk, mert a nagyon jó egyetemek vannak, de azok nagy céges marketingeseket képeznek. Mi szeretnénk olyan fiatalokat, akik, akit mondjuk, mit tudom, egy olyan cég, mint a tied, föl tud bérelni félállásban vagy harmadállásban, de az a srác megcsinálja neked az összes feladatot posztol, beállítja a hirdetési fiókokat, rendbe rakja a cég arculatát, mér, jelent, statisztikát. Szóval ilyen, ilyen napi marketing feladatokat megcsinál, és mondjuk egy ilyen sász dolgozhat három-négy cégnek, tehát jó a cégnek, jó nekik. És megcsináltuk a tantervet, összeraktunk mindent, aztán utána bejött a pandémia, és akkor nem, nem, nem volt tartalmi jó oktatások, mondtuk, hogy tegyük egy kicsit félre, és közben beindult egy üzletág, ami most, ami mellé nem férne be, de hogy ezt a következő egy-két évben újra el akarom kezdeni, mert szerintem erre óriási szükség van. És amit észrevettem, szerintem ez egy ilyen nemzeti dolog, hogy um, marha jó marketingeseket termel ki Magyarország, mert valahogy megvan az emberekben az a kombináció, hogy egyszerre kreatívok is, van bennük valami kitartás, jók a a számokban is, tehát hogy valahogy, valahogy egy szerintem simán tudnánk világszinten uh, vezető, vagy ilyen top-top tízbe kerülni marketing szempontból, tök véletlenül nekem ez úgy leesett, hogy, hogy valahogy a magyar, ma, magyarok jó alapanyagok marketingre. Úgyhogy még erre, erre, erre még egyszer rá tennék egy hurrát, hogy így 50 fölött erre még egyszer rákapcsoljak, hogy ezt, ezt bebizonyítsam meg, mellé tegyek egy, egy súlyt. Hát Gábor, az előzőre, nem mostanára, az előzőre már van egy vevőd, jó? Azt csak mondom. Az... Jó, tehát hogyha termelünk ilyen gyerekeket, akkor Igen, te igen, elkezdté... már most igen. szorok, szuper, jó? Szuper. Hogy ez, ez, ez én lesz az első vevőd. <gül> <tehát> <gül> jó. Itt okay. körülbelül lejárt az időnk, nagyon Aha. szépen, ezt szerintem a végtelenségig tudnánk a, ezt, ezt, tolni, úgy uh -huh. látom. Túl de, sok az érdekes téma. Igen. De nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál. Uh -huh. A programos sok sikert. Üm, már megvan, drukkalok. de azért még kíváncsi vagyok a, a végére. Lesz a vége? Ja, ja, nagyon kíváncsi de imádom, imádom. Tehát, hogyha valaki ezt hallgatja, és még nem lépett be, nem, mikor kezdődik a következő? Április 15, igen. 15, aha. Úristen, az egyik legjobb döntés volt, mert olyasmiben, amire így filoztam, hogy ezt már meg kéne csinálni, azt te megcsináltatod, és könnyen, könnyűvé teszed. Köszönöm szépen. Azért, azért örök háló. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm én is. Köszönöm. Sziasztok. Szép Szia.